Na, hello, sziasztok! Folytatjuk a Gran Turismo sportos tudtunkat. A jogsi megszerzésen vagyunk a kampányban. Az 50% kész, a beginner jogsi szerzés lett meg, és hát most már egy kicsit nehezebb feladatok jönnek elméletbe, meg gyakorlatba is. Hát reméljük, hogy jól fog sikerülni, és ma is sok jogsis próbát fogunk tudni teljesíteni. Most látjátok, 24-en megkész vagyok. Pont a felével. Na. Van benne két kanyar. Három. 8200 money jár érte. Ha teljesítjük, és 18-4 alatti idővel lehet aranyat szerválni. Hát remélem, hogy sikerül aranyra megcsinálni. Igazából mindent aranyra csinálok, akkor van, hogy többre próbálok valamit. Ez most is így lesz. És itt kell fékezni, mint az állat, ahogy néztem. Aha. Hát a 18-4-es idő nincs meg, még az arany sincs meg elsőre, de igyekszünk. Most értem haza, most ültem le, talán menni fog. És kicsúsztam. Pedig ez most jó idő lett volna. És így is megtett a többistet. LOL. Na mindegy, legalább látjuk. A szellemautóval segít azért, hogy tökéletesre csináljuk. Rosszul kezdtem elváltani. És basztus, nem sokon múlt. De nem lett meg az arany. Addig pedig még arany nem lett. Á, későn fékeztem nagyon. Lóha, így, hogy levágtam a félpályát, majdnem ugyanilyen időm lett. Ezt egyébként büntetetnél játék régen ilyenkor. Kimentél pályáról, és azonnal vége volt. Már írt is, hogy fejél a cső. Nem mindig nem tetszik, hogy ennyire engedékeny a játék. Mert értem én, hogy sok kezdőjátékos van. Ebből simán megvan. Wow, jön a pénz.
Igazából még semmire nem költöttem, pedig nyertünk pár autót, vagy azt számolom 3-at, meg ugye egyet kaptunk, mikor beléptünk. Szóval úgy terveztem, hogy végigviszem az összes jogsit részt, megcsinálom az egészet, megcsinálom az összes challenge részt, és utána kezdek el majd a sportmódba igazán játszani, ugye ilyen licenszert versenyeken, meg ugye számít, hogy mennyire tisztán vezetünk, mennyire nem tisztán vezetünk. Gondolom, addig belejövök a vezetésbe, ugye kormányt is szokni kell, hogy kormányon játszok, mert eddig világéletemben az autós játékokkal 90%-ban sajnos izével játszottam joystickkal. Durván megdobta, ráléptem a gázra, és úgy eldobta a hátulját az autónak, mint az állat. Valamit meg kell csinálni, ne csúszson itt a gáz, meg a fékpedál. Nem is néztem, hogy milyen autó ez, most sokkal óvatosabbak vagyunk. Meg is van az eredménye. Megvan az ezüst. Na most ennél kell jobbat csinálni. Majdnem 4/10-del. Ami sok azért. Ilyen rövid szakaszon. De látjuk, hogy még nagyon sok van benne. Valószínűleg itt ezt a részt kell kicsit ügyesebben megcsinálni. Á! Nem. Nem lehet ilyet csinálni. Nem lehet ilyet csinálni. Még nem jöttem ki a kanyarból és látok most nincs gázra. Ez a Honda NSX ez... kidobja. De valószínűleg ugye én is voltam a béna. Ah. Jó. Élmény autózás van. Nem brutál, hogy gyorsodom. Jó, ez egy nehezen vezethető autó. Számomra. Bár én úgy olvastam, hogy a tesztelők oda voltak ezért az autó a való életben, hogy nagyon nehéz találni olyan autót, ami ennél jobban gyorsul, meg tapad. Én csak sikerült az arány, igazából csak vélem voltam nagyon. Nézzük a kövit. Germany. Egy M4 BMW-vel megyünk. M4-es BMW-vel. Hát... nekem egyik kedvenc márkám a BMW, az M4-es kifejezetten tetszik. Szerintem nagyon eltalálták az egész kinézetét. Sokat tölt a játék, ezt nem tudom, hogy a PlayStation 4 Pro-n is így van-e, ugye ez egy sima PS4. Minden esetre 16-286 kint teljesítő. Nürburgring, vagy hogy mondják, ez a pálya. Ez egy elég nehéz pálya, fel a kanyarokkal. Még pont nem egy nagyon nehéz szakaszt kaptam. De még így is, hogy ilyen bénzsó voltam, így se lett meg a... Pontosabb, hogy nem sodrottam ki, így se lett meg a drón. Hát a bénzsó voltam, az nyilvánvaló volt. Valószínűleg sokszor elvettem gáz, és nem kellett volna. Igen, már látom, hogy volt egy pár hely, ahol nem kellett volna annyira elvenni. Ne! Ez is az megvan, de nagyon sokat kell javítani. 5/10. Pedig nagyon.
a határon autóztam, úgy érzem. Kettesig föl lehet váltani. Egy! Egy fel, kicsit beljebb tudtam volna tartani az autót, akkor meg lehetett volna. De ugye lesodródtam, fűj az értünk azonnal megszűnt a lassítót. Elég problémás volt. Most ezt ugyanezt csináltam ügyesen. Az autó egyébként az állat. Igen, most meg sokat végeztem. Ez jó ez az autó, ez tetszik. Jobban bejönnünk a zenesik vezetőségre. Mondjuk könnyebb is pálya. Valahogy meg kéne tudni oldani ezt. Nem. Jó. Most ez jó. Nem sokkal lettünk jobbak, az a baj. De jobb idő. Szellemoktól kell, mert úgy jobban be tudom lőni, hogy hol kéne fékeznem. Meg milyen ívet kéne választanom. Mondjuk az íveket ugye fölöltöve a játék így. Ugye azzal nagy baj nem lehet. Most jó. Nem lett meg így se, de javítottunk. Kell az arany. Mindegyiket aranyat csináljuk. Addig próbálkozunk, hogy megnézzük. Itt szerintem nem érdemes elváltani, hiába. Igen, nem gyorsak a fölváltók. Most túl sokat fékeztem. Rájöttem az időre. Nem kellett volna. Jó, hát ez meg már sok volt. Ennyit meg nem vihetek át. Milyen sebességet. Amúgy is kaptam büntetést, hogy nézem, aha. Jó, szóval nem az van, mint régen, hogyha hozzáérek valami, akkor azonnal vége a próbálkozásnak, hanem büntetés van. Nem olyan rossz rendszer végül is. De viszont engedjük a gáz, az nem elég neki. A kormány brutálul rád amúgy. Megadta volna, pedig itt aztán kisodrottunk meg innen. Vagy elég? Tényleg meg kéne csinálni már. Nagy valószínűséggel... Á, nem, fékezni kell azért. Fékezni kell. Tudom, hogy semmi esély nincs. Már itt buktam pár tizedöt, most ezredöt. Most meg javultam egy kicsit, de nem sokat. Új rekord. Még mindig kell egy kicsit több, mint egy tized. Itt az elején nem megyek rá fűre, akkor lehet, hogy megvan. Mert talán nem hiszem számított. Na most megvan. Elkaptam nagyon. Nagyon az nem, de sikerült az elejéig. Na nézzük a 28-ast. Thank you.
Na! Egy Mitsubishi Lancer Evo-val kell mennünk. GM4-es autó. Japan. És 11.54 az arany. Az alatti idő. Vagy azzal kedvelekre megegyező. Ó, ez egy régi jó pálya. Már slow down. És fél. Már kapszom egy két másodperces büntetőt, mert hozzáértem a szarhoz. Aha, ennyi. Már így bukó is. Nem tudsz hozzáérni, vége. Jó, hát igyekszünk. Nem lehúzni a drága autónak az oldalát. Ne ér hozzá? Jó, megvan. Hú! Na ez már azért egy jobb kicsit volt. Ez meg egy 18 másodperces útszakasz, egy Lexus-szal. Egy Nürburgringen. Sorry, hogy nem tudom kimondani. Ezt a pályát, hát ismerem már, mert másra Grand Turismo benne volt, de nem a kedvenc, akkor nem bőbb rajta, túl jó. Meglátjuk, hogy tudunk összehozni. Na gyerünk, nézzük milyen a Lexus. Kettesbe kéne bevenni ezt a kanyart. Hát, ja, csúszik ismét az ágyú, ez a Lexus. Jó, elrontottam. Mindegy. Már látom, hogy mit kéne csinálni. Elég szar köridő volt. De megoldjuk. Jó, hát előbb kell fékeznem, azt tisztán látszik. Mondjuk most. Még most is késő. Már jobb, mint az előbb mondjuk, de... Most nagyon nyomni kell. Baszki, nem váltottam fel. Jó, bronzra meg lesz, de aranyat akarok, szóval addig megyünk, míg arany nem lesz. Aztán van szellemautó, amihez tudunk visszanyítani, szóval talán könnyebb lesz. A fék. Lehet nem hármasok ért volna, hogy mindegy esetre nem volt olyan rossz ez. Jó se. Na, talán. És meg lett az arany. De nem elsőre, nem másodszorra, de harmadszorra, jól számoltam, meg lett. Zsír. Minden aranyra csinálunk, muszáj. Ha már megettük ezt az állati jó játékot, és van hozzá kormányunk, akkor aranyra csinálunk mindent. Ezen a töltési időn kéne egy kicsit reszelni, és akkor egész jó lenne. Egy Aston Martin. Nem rossz. Hú, már hallom, hogy ez nagyon pörgős autó. Kettes kanyar, hú. Meg a első arany, hát arra nem bizonyítom volna.
Minket jó ér. Na, mindjárt szintet is lépünk. Hát igen, itt mondjuk régi Gran Turismo sokat töltött, mondjuk ezen nem nagyon lehet vitatkozni. Egy Ferrari 458-es Itáliával fogunk menni. Egyik kedvenc autóm volt régebben. 18 másodperc kereken az arany. Na, ez is megnyújt a veszedelem. Gyerünk. 19, épp hogy megvan a domb, éppen hogy megvan. Van mit csiszolni. Most azért lényegesen jobban ügyet megyünk. És meglehet az ezüst. Még ezen is kell faragni, basszus, hogy elanglogon. Hihetetlen. Jó lenne egy ilyet élőben egyszer mutatni. Nem hogy a sajátom legyen, nem vágyik ilyen utóra egyébként. Hát ez nyilván rosszabb, mint az előző. Nem sokkal, de rosszabb. Ilyen picike múlik egyébként, hogy eltelt a kanyarcsúszpontot, a megfelelő fékerőt használod. Na, ez most jobban sikerült eddig. Most már nem csinálunk semmit, csak egyenes megyünk. És még mindig nincs arany. Új rekord, de még mindig nincs arany. Az első kanyát brutál jobban vettem véletlen. Tehát meg azt is lehetett volna jobban. Annál jobban biztos nem fog már menni. Első kanyát ideig. Nem hozom be, az első kanyarból szóval csúsztam, hogy ennél nem tudok jobbat csinálni. Több ilyen meg nem tudtam visszahozni. Az első kanyar az nagyon létfontosságú, hogy jól sikerüljen. Most sikerült. Megvan! Megvan az arany. Na, hát egy szín. És ilyen. Na, ezt meg kell csinálni, és utána kapunk egy ajándékautót. Chevrolet Corvette-tel kell mennünk, egy 17.5 alatti időt, vagy azzal megegyezőt az aranyért. És mint tudjuk, én aranyra próbálom az összeset megcsinálni, és eddig mindegyiket addig csináltam aranyra. Szóval ez sem maradhat ki. Régen a Corvette-ek elég csúszkálósak voltak, főleg, hogy hátsókerekések voltak, ezt most pontosan nem tudom, hogy milyen. Gondolom nem szakított a hagyománnyal. De nagyon nehezen lehetett vezetni régen a Gran Turismo-ba a Corvette-eket. Aha.
megnézték. Hát annyitod nem tudom, még bronza sincs meg. Haló Pelke, már régen voltam csőbetyár. Én is ritkán vagyok sajnos nagyon. Örülök, hogy beugrottál. Mi a helyzet? Én most nagyon koncentrálok, próbálok egy jó időt összehozni. Iha. Ez jobb idő, mint az előző, de nem sokkal. A bronz az megölt. Úgyhogy itt kell, vagy mostanában. Hát nagyon sok munkám volt, későn értem haza. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok munkám volt, későn értem haza. És már nem volt időm, energiám leülni játszani. De most így karácsony előtt már azért van egy kis plusz időm. Lehet nagyon fasz a játékaim, így most azokat nyomom nagyon. Nagyon-nagyon nyomom. Gran Turismo Sportom van, van Nioh-om, van Battlefront 2-m, azt mindenképpen kifon vinni a singlet, és rengeteget fog vele multizni. És igazából, fú, nagyon sok játék. Dying Light-ot megvettem, a kiegészítőjét régen végett, a Nightmare-nek, a Little Nightmare-nek a kiegészítőt megvettem, az Evil Within, az Alien Isolation, szóval van bőven játékom, és lesz is stream, meg YouTube-ra is felkerülnek valószínűleg, amik érdekesebbek, az ilyen végigjártások mindenképpen. Ilyen autókázás az most valami nagyon jó futam, addig felesleges. Na most ez nem sikerült rosszul. Ennél jobban én már biztos nem tudom bevenni. 17-5 kell! És ez is bronz! Hoho! Ez brutál, Clash Royale nekem már megvannak az új kártyák, mert remélem sokat leszel mostanában. Hát én is nagyon remélem. Elrontottam most a váltást az élőkbe. Hát Clash Royale-ra annyira nincs időm egyszerűen. Azzal minden nap kell foglalkozni, nekem meg pont erre nincs időm, hogy minden nap játszak. Ez a baj. Ezért nem játszok Arena of Valor-t sem nagyon mostanában, mert azzal minden. Persze egyébként megvan az is már, mint hogy tervezem, hogy abból is csinálok streamet, és hogy leszek és csinálom, csak egyszerűen annyira nehéz összeegyeztetni ezeket a dolgokat. A 500-adon volt, hogy sikerüljön. Te még ahol hozol? Na, próbáljuk aranyra. Nem tudom, mikor volt-e utoljára, de van nagyon fasz a gamer székem. Lehet új fülhallgató. Hopopet, új, de benéztem. Ezt nagyon benéztem. Próbáltam olvasni, amit írtál. Aztán... nem megy csukott szemmel, pálya. Egyébként milyen a minőség a streamnek, mert autós játékot még nem nagyon streameltem. Nem tudom, hogy eltaláltam-e a beállításokat, vagy nem.
Szóval, hogyha van valami infód róla, meg egy visszajelzést szólhatnál, hogy mennyire jó. Zsigni Pelke, neked megvan a jogsit? Nagyon jó. És jó, hogy Zsigni, örülök neki. A való életben jogosítványom, arra gondolt? Való életben természetesen megvan a jogsim. Itt a játékban most csinálom, ez a jogsi része. De való életben már több mint 10 éve lennetek. Lehet meg lesz az első olyan, amit nem tudok annyira megcsinálni, nem már. Csak vicc volt. Jaha, hogy van, amikor neki mentem a falnak? Hát igen. Az nem arra utalt, hogy van jogsír. Hűha. Na most ez nem jó. Áááá nem, a több lendületet tudtam átvinni. Ezt kéne valahogy úgy megcsinálni, hogy jó legyen. Jó, az ezüst az megvan, zsír, de nekem meg ezen bőven kell javítanom. Hú. Ezt nagyon elkaptam azt a kört, és még azt se lett talán. Hát ez épp olyan, hogy javítok. És eleget javítottam, maradj! Hát ez nagyon mákos. Vissza is nézem a visszajátszást. Itt lehetett volna egy kicsit agresszívabb, mint lehettem volna. Hú, de megdobta az autót. Na, hát ez sikerült, jön az ingyen autó. Ez a játék Isten király. Az a baj, hogy én a Gran Turismo 1 óta játszom a sorozattal. Gran Turismo 1 óta. A 2-vel nem sokat játszottam, a 3-at rojtosra játszottam. A 4-et nagyon sokat játszottam, az 5-öt megint rojtosra játszottam. A 6-ot keveset játszottam sajnos, mert pont tönkre ment a PlayStation 3, amikor megvettem a 6-ot, megvettem hozzá a kormányt, pont karácsonykor. Leültünk játszani este tesókkal, a második körbe tönkre ment a PlayStation körbe. Szóval az elég szívás volt. Na, ho. Micsoda autók? Az a zöld, az jó. Ne, lesz McLaren-sorod. Na, ingyen autó. Tök jó, meg is nézzük, hogy mik vannak már garázsba. Mert én még nem vettem autót egyelőre, csak a jogsi nyert, meg a kezdeti autót próbálgattam. Még egy autót nyerek, mert teljesítettem a napi célt. Hú, ott egy Lambo is van. Ho-ho-ho-ho! Na ez brutko. Mercedes. AMG. Azért elég menő. Na. Tök jó, állokkoltunk egy pályát. Hol a garázsom? Várjál, itt a home. Ok. Na itt a garázs. Ilyen autókat nyertem eddig. Nem rossz? Van már két Mercim. Van egy Ford Mustangom, nagy kedvenc. Mármint maga az autó, még ugye nem játszottam bele. Ez meg az első autó, amit adott a játék. De már 8 autóm van. Nem rossz, nem rossz. Aha. Kategóriál French lehet sorolni őket. Nagyon, ez a játék. Nézzük, power szerint. Hát ez a legerősebb. 873 lóerő. Vision. El is lehetne adni.
4 kerekes ráadásul. És csak 875 kiló. Ja, és az utolsó paraméterig be lehet állítani mindent az autón, mindent. Fékerőelosztály, dőlétszöget, a keréknek, mindent. Nagyon durva. Fú, nagyon sok minden van ebben a játékban. Ezzel el lehet lenni hónapokig, hanem évekig. Na, nekivágunk még ennek is. Igazából a hétig van időm streamelni. Jaguar F-Type GR4-es osztályú autó. 15-5 alatt kell mennem, teljesítenem a szakasz, hogy arany legyen. Brazíliában leszünk, Interlagosban, Forma 1-es pálya. Nagy múltú Forma 1-es pálya. Szóval azért ez ott lesz, úgy érzem. Nem vagyok egy nagy Jaguar rajongó, de el kell ismerni, hogy ez passza egy autó. Kettesbe kell bevenni. Hát, jöjjjjjjjjjj! Hát igen, itt meg a formát is egy kicsit útnak. Hát ezt nagyon elrontottam. De legalább bronz meg lett. Cső Domix, csá! Ezt hát mindenképpen retri arany kell. Egyértelműen arany kell. Már fékezni kell, kettesbe kell bevetni a kanyart. Itt lehet, hogy most unkodni egy kicsit, mert azt nagyon elrontottuk az előtt. És meg is van aranyra! Domix az öcsém! Oh, cső! Na, akkor egy egész család itt van, nagyon jó. Még annyit aput hozzátok, és akkor meg is vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen. Na, kövi. Még ez a sort, ezt kipipálnánk, akkor ugye egész boldog lennék. Lamborghini Hurricane, GR4-es osztályú autó. És Olaszországba fogunk vezetni, hát nem ismerem ezt a pályát, biztos ez is valami híres pálya. A Wozni. Hát a két ünnep között biztos. A két ünnep között, te tuti meg tudom ígérni, az, hogy Krahan is lesz, azt nem tudom, mert ő leszokott utazni a felesége szüleihez ilyenkor, de megkérdeztük tőle, és akkor megpróbálunk megszervezni. Úgy látszik, lett egy új vidisem. Remélem, hogy az új vidis alatt engem értett, az királyom. Szerintem két ünnep között tartunk egy ilyen nosztalgia streamet, és akkor lesz a Ovis, meg Clash Royale. Tehát a bronz az megvan, igazából az Edis is, hoppá. És akkor mit tartunk egy ilyen két órás streamet, vagy másfelet, vagy valami, akkor megfelezzük az időt. Játszunk Clash Royale-t is, játszunk Arena of Valor-t is. Nagyon kipörgettem. De jobb az időm. Hát ennyi múlott. Kb. Ennyi időm múlott. Hogy arany legyen. Jó ez a Lamborghini, ezt lehetettek egyet. Mármint a játékban. Sajnos nincs annyi lém, hogy vegyek igazából egy Lambo-t. Pedig mekkora menő lenne már.
Akkor minden nap lenne stream. Most hittem értetel, hogy ilyen kormánya játszol, nem? Aha, kormánya játszom. Ezt is még akkor vettem karácsonyra, amikor megvettem a Gran Turismo 5 PS3-ra. Vagy a 6-ot, már nem emlékszem, talán a 6-ot. És hát úgy képzeld el, hogy mondom, hogy én már adtak tökre ment. És azóta ott hevert a dobozban. Na várj, mert bejött ide valami kis napmerítom. Hát nem megy olyan rosszul a játék, de mehet a jobban is. Á, nagyon zsír, nagyon szeretem ezt a kormányt. Legalább egy 5 éves kormány, ugye, ha nem a legújabb. Azok, hogy az új jó kormányok 99-től kezdődnek, szóval azt nem mertem bevállalni. Hoppá. Jó, ez kár volt így elrontanom. És jó, így elrontam, és így is már nem olyan időszöntem. 94 ezer körül van, meg 78 akciósan a Logitechnek az új kormánya. A G29, az nagyon-nagyon király. Az annál jobb, az már 110-valány ezer forint. Az annál még jobb, az már 150. És az igazán nagyon királyság a Logitechnek, nem, a Thrustmasternek a csúcskormánya, ami kifejezetten ez a játékhoz készült, az valami 230 ezer forint. Az nagyon sok már, viszont az állítólag még a pedálok is ezeknek lenne változni. Egyszer tervezek egy olyat, de nem most kell. Nem már, hogy mentem ennél jobb időt? Hát hihetetlen. Egyébként tényleg olyan, mint egy igazi autóversenyzés. Annyi, hogy ilyen kisebb kormány, mint az igazi autókban, bár a sportkormányok azok is ilyen kicsit az igazi autókban. Ezt az ívet kéne jobban eltalálni. Most éppen, hogy javítottam. Jézusom, milyen kicsi múlik az arany. Nézd oda! Volt egy játék, ami azzal a kis hetes életben. Ami állítólag korrekt. Igen. Azt is végig fogom játszani. Azt is a két ünnep között szeretném végigjátszani. Na most ez meg lett aranyra. Az nagyon király, igen, azt én végigjátszottam ugye. Rá gondolsz, ha jól tudom. Rá, Little Nightmare-re. Az is a témám hátul. Itt, ugye. Ez egy brutál jó játék. Az alapverziót végigjátszottam, és most megvettem a DLC-t, meg a következő két DLC-t is, ami jön. Szóval az egész végig lesz játszva. És a YouTube-on is fel lesz. Na, a következő, 35-ös. Ezek már nehezebbek. Dodge Viper, hátsó kerekes autó. United States. Amerikában játszunk. Kösz szépen nektek is boldog karácsonyt előre is. De remélem, hogy még karácsony napján 24-én fogok tudni streamelni egy kicsit. De 23-án biztos, hogy fogok streamelni. Szombaton. De remélem, hogy még 24-én is fogok tudni egy órát streamelni. Valami poént kéne csinálni. Nem tudom, hogy még mi lesz. Meg kellett volna néznem a pályát. Hát nem is... Jézus! Na jó. Hát akkor... pörögjünk. Na szóval úgy érzem, hogy nincs jogsim. 25-16 másodpercet kell teljesíteni az arányra, 16-2. Itt rögtön egy kettes kanyar van.
itt rontottam el előtt. Nyomtam neki, mint az állat. Most is nyomtam neki, mint az állat, és ezért van ez, hogy még bronzra sem tudom teljesíteni. Na. Igen, a Viperek mindig benyedíték voltak. Mindjárt olvasok. Igen, a 2-2, és szerintem majdnem. Van, remélem is lehet, hogy letöltöm azt a MOBA játékot, hogy örülni a falat, bocsánat, nem tudom. Szerintem no para, majdnem jól írtad. Nem Valor, hanem Valor. Van új PUBG-hoz hasonló játék terület, amivel Domival játszunk, nagyon jó. Arénak. Mi a neve? Mert azt én le akartam tölteni, ezt ki akartam próbálni. Akkor lehet, hogy azt is lenyomunk majd jövőt. Két ünnep közöttre már sok stream lesz. Úgy tervezem, hogy minden nap fogok egy kicsit streamelni. Lesz egy ünnepi stream mindenképpen. És megvan az elem, zsír. Így van, azért a Rules of Survival. Na majd rákeresek, megnézem, hogy milyen. De a PUBG-s vonal egyébként engem érdekel. Én Fortnite-ozni szoktam, nem szoktam, hát néha játszottam vele. Ha tetszett nagyon, bejön maga ez a játék stílus, szerintem nagyon fasza. Ezt nem ezt akartam. De most már akkor megnézzük, milyen szépen teljesítettem ezt a egy részt. Szóval a Fortnite-tel próbáltam ki, hogy milyen ez a PUBG életérzés, és nagyon tetszik. Nagyon tetszik, és úgy néz ki, hogy január vége, február fele lesz új gépem, és akkor PUBG-zni is fogok tudni. De addig mindenképpen ki szeretném próbálni ezt a játékot, amit írtatok. Tudom, megéri meglesni a videókat róla. Mindenképpen megnézem a YouTube-os videót róla a stream után, mert érdekel. Na, Mercedes-Benz, SLS AMG, majdnem én autónk van. 23 hét, ez egy hosszabb pályaszakasz, jó pár kanyarral. Ez már nehezebb ez a jogsi rész, mint a beginner. De nem baj, meg kell tanulnom kormánnyal játszani rendesen. Na! Nézzük! Itt egy kettes kanyar van. Hú, ez az autó brutál, csak nagyon csúszik. Na, a bronz az megvan elsőre, az nem volt. Holnap lesz suli. Én a Need for Speed-et szeretem nagyon. Hát megértem a Need for Speed, azt én is nagyon szerettem. Csak ez inkább szimulátor, ez a játék. Ez inkább szimulátor, mint ilyen. A Need for Speed az arcade játék, szóval ott inkább rámentek arra, hogy ez arcade részre. Ez meg ugye a vezetés ment rá, hogy szimulálja teljesen a vezetést, vagy akkor is az a élmény rovására megy. Nincs akkor a sikerélménye benne az embernek. Ezt így kell nézni, ezt a játékot. Nem lett meg. Az ez is tudom, megvan. Én is holnap dolgozom még egyébként, képzeld el, sajnos. De azért már fél lábbal is ki lehet bírni ezt az egy napot. Szerintem. Na, most ha jó beérek, akkor meg lesz.
Nem lesz meg! Ja de jó van, hú, elnéztem. Lényeg, hogy meg lesz aranyra. Nagyon haladunk, nagyon haladunk. Na kövi, 37. Hú, ez egy hosszabb, mármint jó hosszú pályaszakasz, de csak 14-8-at kell teljesíteni. Na, ilyen mercim van a szamajátékban. A garázsban. Kíváncsi leszek. Na, élvezett, nagyon szóval tége jól mondom. Az nagyon jó játék, Ani Nappaló, csak nyomjad egy kicsit, mert mielőtt beengedettem játszani, azért le kell nyomni ugye a gyakorló módot benne. Mint hogyha valami ilyesmi lett volna régen. Hát ezt elrontottam. Szóval azt végig kell nyomni. De az Arena Color egyébként nagyon jó, szerintem. De ha jössz te is játszani, akkor kívánság van, mert akkor meg lettünk elegen. Hát nem sokkal javítottam az időmet, mert kifejezetten rossz lett. Megszoktam biztosan a lányokat, az egyik arra, hogy megszoktam, hogy nagyon jó lesz, hogy is igazán a lányokat így olyan. Zsír, láttam, hogy van csatornát egyébként. Most sokat javítottam, de még így se lett arany. És hogy megy a YouTube-odás betyár? Kamerát nem akartam majd kitenni, mert úgy láttam múltkor, hogy nincs kamerátok. Ez a bronz ez nagyon kevés. Képen, hogy sokat dobna azért szerintem. Nem áll, úristen, mennyi múlt! 9000-en volt. Köszönöm szépen! Füstjenek a gumikéje és vörögjön a kormány. Vörög a kormány és füstöl a gumit! Lehetős, nem, még nem akarunk kamerát, mert nem jó a kamera kép minősége. Hát igen, az a baj, hogy ez a kamera, ami nekem van, az olyan 20.000 forint körül van Logitech kamera. És van. Ha nincs feles pénzed, akkor azért felesre elkölteni. Tökre megértem. Na, meg lett ez is aranyra. Mennyi feliratkozónál jártok amúgy? De mondjuk egyébként, ha ezt a cuccot komolyan akarjátok venni, meg komolyan gondolni, akkor a Twitch az ilyen téren talán jobb platform. Ha élőt akartok csinálni, live-olni akartok, akkor a Twitch az szerintem a legideálisabb platform erre. Na, egy Audi TT-vel fogunk menni. Viszont, hogyha csak vágott videókat szeretnétek csinálni, akkor meg a YouTube-ba nyilván a jobb. 32-t nem adjuk fel. Ne is. Nekem is egyszer csak beindult, és utána lettek ugye hétről hétre egyre többen. De hát most már nincs idő. És én inkább streamelni szeretek, mint videót csinálni. Az meg itt a Twitch, az meg nekem is nagyon lassan megy, lehetően indul. Most arra gyűjtök, hogy meglegyen a 100 követő. Pontosan van a 100 kocka, mert én kockáknak hívom a követőket. Húha! Ez egy hosszú rész. Egy egész pályát kell mennem Audival. És valószínűleg elsőnek kell beérnem, aha.
Ja, elsőre kell bejönni. Tankolni kellett volna, aha. Akkor lehet, hogy most arra akart tanítani minket a játék, hogy hogy is kéne spórolni üzemanyaggal. Lényegében be kell engednem az autót. Elfogytam, kifogyott az üzemanyag. Ennyi. Ennyi. Hát mindjárt utolérnek. Hallod, ez durva lett így. Nekem jött hátulról. Kb. Kár körbe menni. De mindegy, legalább tanuljuk a pályát. Ennyi. Picit lemegyek live-ról. Okés, okés. Tök szépen, hogy itt voltál, mert tök felidőztetek. Tehát a körbe megyünk kíváncsiságból. De ez azt jelenti, hogy úgy kell körbe mennünk az egészet, hogy nagyon spórolunk. Például itt ilyenkor engedni kell, hogy az autó hagyd menjen. Várjál, a final lap. Arénon korolódik. Jó, hát a fiat nagyon jó az a játék egyébként. Fogok én is még arénon korolódni, csak... És végre van kormány, végre van Gran Turismo. Végre van egy órám. És akkor leültem gyorsan, összeraktam, kipróbáltam. Az a baj, összességében általában ilyen 4 óra 20 perceim vannak, ha nem az alvás rovására akarok csinálni valamit. Így meg nem sok lehetőségem van a streamelésre. Négy néző van, de ki a másik 3 óra, vagy 3 néző. Hát ugye a 4 nézőből 2 te voltál. Egy az valószínűleg az én gépem, a másik az meg nem beszél, vagy nem szól. Aha, be kell mennünk a pitbe. Be kell mennünk a pitbe. Jó. Be kell mennünk a pitbe, és megtankolják nekünk az autót. Aha. Nem már, de király! Super softot tegyük föl. Nem tudunk váltani. Hardot tettük föl, hard is van föl. Zsír. Tényleg fejken hallom, hol a zenál. Ja, hát igen, a játékba szól. Hát most lehet elrontottam. Ezt lehet mindegy, most kipróbálom, milyen. Milyen lesz az autó. Mert úgyis ezt kell megtanulni. És akkor utána meg kipróbáljuk. Ezt rendesen megcsinálni. Jó, hát ez nehéz acsi lesz. Hány nehéz ülés. Főleg, hogy most tankoltunk. Ja, Jó, szóval nagyon kell spórolni az üzemanyaggal, az tény. Miközben meg kéne előzni mindenki. Ez így kicsit olyan ellentmondásos. Tehát ilyen egy versenyző élete valószínűleg.
Kicsit későn fékeztünk. Elvittünk egy gólyát, mínusz 2 másodperc. És még így is húzós beért. Jó, ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz lesz. Jó, de most már tudjuk mit kell csinálni. Mindjárt jövök, jó, rendben, jövök. Na, szóval azonnal be kell állnunk tankolni. Gumit nem cseréltünk. Jó, itt bevágulunk. Donut change. Nem cserélünk kereket. Nyomj, jó. De nem tankoltak meg. Hát így tök jó, ez így ugyanaz, hogy az a pasztok vagy. Nem tankoltak meg az autót. Jó, el kell kezdenem valahogy vitorlázni kb. Már el is fogytunk. Most hiába vitorlázok. Ennyi volt a benzin. És elég gyorsan érnek. Ez egy nehezebb. Kifejezetten nehéz trofi lesz. Aranyra. Tök jó, ez végtól kicsit gyorsabban. Próbálk előtte maradni. Már az bronzot ér, ha előtte tudok maradni. De hát nem tudtam. Ez valami brutál lesz így. Minden baj van ennek az autónak. De itt mehetnénk gyorsabban, nyugodtan. Ez azért húzós. Egy fél órán van, kicsit több. Addig jó lenne, meg tudnám ezt csinálni aranyra. Ha itt kezdünk, ugye itt megyünk be tankolni. Mármint itt megyünk be az elején tankolni. Érdekes minden esetre. Na, a közösségünkben új ott van. Ez egyértelmű, de mit kell pontosan csinálnom? Aha. Nekem kell a tankolás. Itt végig előttük kell maradja. Tök jó. Gyerünk. Mehet az új gumi. Mehet, teli. Már negyedik vagyok. Ötödik. Jó, menjünk, gyerünk, nyomni kell. És hetedik vagyok. Innen kell visszahoznom. Csoda baj közben. Spórolni is kéne. Hát ezt már most elrokottam. Mindig végigmegyek, hogy kiderüljön, hogy eddig tankolok, akkor meddig. Elég. Ugye ez most olyan, mint egy kicsit tovább is elég lenne, mint kéne. Szóval valószínűleg egy környék kéne beletampolni a maximum.
akkor lehet, hogy nem is az utolsónak jön még ki. Most is utolsó előtt jövünk végül is. Kocsetka. Nyilván elsőnek kell lenni az aranyhoz. Ami azért negyedik vagyok. Ha nem egyszerű. Rövid a pálya. Kifejezetten rövid a pálya. És most meg már ugye tankolni kéne. Nem rossz, nem rossz. Ott az első, akit meg kéne fogni. Hello, csukd be légy szíja, megkérlek. Az én ajtómat. Csak légy szíves, csukd be. Nem vagy szíves. Nem erről van szó. Szia, Liki! Mi a helyzet, Liki? Milyen volt a Star Wars? Jó, az mehet. Mehet a tankolás. Amint meg lesz az egy lap. Indulás! Hatodikként talán még kimegyünk. Mert mindenképpen hetedikként vagyunk ki. Jó, ez itt teljesen jó. Egyes, ezt egyesbe kell bevenni. Konyol. Jó. Megvagyunk. Hop. Nem megyünk, megyünk. Lehet, hogy egy jobb autót kapunk. Honda jelenség tunálokat egyébként, ami baromi jó autó. A sajtó is el van tőle állulva. Télárnyékoztunk egy kicsit, de nem sokáig. Lehet egy kicsit... Kicsit hanyagolni kell ugye a... gáz. Mert nem lesz elég a körbeélésre. Jó, ez vigyázott ránk, mi is vigyáztunk rá. Nem rossz, hogy most kifejezte jól alakul. Meg is lesz aranyba. Ez egy nehéz tuk volt. Amikor rájöttem, hogy mit vagy merre, úgy egészen korrekt volt és sikerült. Mindegy. Isten igazából meg is vagyunk. Ez a lényeg, hogy ez sikerült. Megint sok pénzem van. Nézzük. Még kettőt meg kéne csinálnom. Hú, és ez is full kör lesz. Jó. Ugyanúgy stop. Be kell állnunk a pitbe. Gondolom tankolni. Meg kereket cserélni. És ugyanúgy az első helyet cél. 3 körös ez már. Akkor azért ezzel meg fogunk szenvedni, úgy érzem. Utána lassan tölt a játék. Egyelőre csak ezt tudom negatívumnak mondani, mert a hangulat, a vezetési élmény felső osztályig számomra. Kicsit beszélni módon csináltam. Kettőt is tudtánk előzni.
nem volt itt túl szerencsés. Túl optimista voltam. Ez csúnya volt. Elismerem. Lehet, hogy meg így büntetek majd össze. Hát és ki kellett volna mennem. Ki kellett volna mennem a tűzbe. Mindenki letették a pályán. Nem most fogunk el. Most fogunk el. Ennyi. Elfogytunk. Innentől kezdve ezt a kérni. Be kellett volna mennem tankolni. Amit nem tettem meg. Most mehetünk egy kört. Ilyen szaros benzinnel. Mindegyet azért tudok körbenézni. Ez nagyon rendes volt ez az autó. Hogy mennyire nem akart... Ha itt a pit! Na és itt választhatunk. Választhatunk kereket? Nem, csak racing kártot mehetünk. Hát jó. Akkor választjuk azt. 9-ök vagyunk. 2 lap van hátra, akkor ennyi volt, mehetünk. Ott jön már. Ki le akar minket hagyni. Mert az előző körbe kimegyünk ide, hogy kellett volna. Akkor tök más az egész. De mindegyiket is se panaszkodunk annyira. Nem olyan rossz tök. Egy lap, pont egy körül hátra. Ó, akkor ezt benéztem. Hú, ezt nagyon benéztem, ezt iszonyom. Jó. Az első kör után ki kell állnunk tankolni. Itt nem kell annyira óvatoskodni, mint amit én mutatkoztam. De nem hagynak rá annyira. Nem gyors, mint rosszul. Az öregen esik. Hopp. Hátkos. Most kell kiállni. Mehet a tankolás. Ennyi, mehetünk. 8-ig vagyunk. Elsőnek kéne lenni a lapot. Ó, nagyon jó. Gyors körül. Akartam. Nem dirty vezetést akartam csinálni. Harmadik vagyok, ma kiálltam. Egy kis bombba. Megint nagyon óvatosan akartam volna ezt a kanyát. Gyerünk. Tehát már csak meg kéne tartani. És figyelni jobban ezekre a kanyarokra, és nem az itt a pillanatot nézni. Na, meg lesz az arányra, gyerekek.
kellett hozzá itt szerencse is, de meg lett. Száz kilométer fölött időzítésnél vagyunk. Még egy van, és utána ajándékautó. Egy Subaru VRX-el fogunk menni, valami éjszakai pályaszerűség. Teljesítjük úgy a versenyt, hogy óvjuk ugye a üzemanyagot. Na most, hát ez jó nehéz lesz. Ez volt a legnehezebb. Jó. Szóval, utolsó kör a versenynek, és nincs időnk kiállni a pitbe, viszont nincs elég üzemanyagú. Jó jöttek ezek a szél árnyékok. Hárvodni kell majd elmi a dögödik ezt a kisztinuszit. Elsőnek kell lenni. Egy jó hosszú pálya. Én későn váltottam. Nem jó, hogy így pörgetem a napot, mert akkor még többet is pörgött. Bocsessa, nekem még egy pont jó helyet kell hagyni. Ennyi, nem bírtuk eléggé, nem bírtuk ki. Tolj be a célba. Nem. Pedig nem kezd volna sok, hogy sikerüljön. Valahol jobban, hogy előbb meg kéne őket előzni, és utána bevitorlázni a kanyarokba. Ó, de így jött egy ilyen lelkes kollega. Aki még ezt is említést szereti. Hát ez így katasztrófa. Kár érte, mert ennyi múlott. Jobban kell vitorlázni a kanyarokba, meg a féktávokon, így amikor fölgyorsulunk. És akkor meg lesz. Mert így nagyon gyorsan elégettük a üzemanyagot, és nem maradt a végére semmi. És elsőnek kéne beérni, hát az is szívesen. Egyébként jó, hogy ennyire hangsúlyos részét képezi a fogyasztás a játéknak. Ennek mondjuk én örülök. Próbáljuk télárnyékot menni. Nagyobb lendülettel tudjuk elmenni ezek mellett. Ennél mondjuk pont nem vettem télárnyékot.
Az úgy, hogy utol kell érni az elsőket, szóval, hogy nagyon spórol is lehet. Bár itt spóroltunk, hogy engedjük vitorlázni az autót, de... Korán váltok el talán. De amúgy de nem tud semmit az ellen csinálni, hogy ennyire fogy minden. Időben elváltok, és nem tudok spórolni pár gram benyát. Valahogy itt értem őket előbb is tudok, hogy most jobban vezettem. Igen, már fogyok el. Most jön az egyes kanyar. És ennyi, elfogytam. Egyszerűen nem is értem azt, hogy kéne megcsinálni. Minden esetre még van két próbára időm. Egy háromra. Utána ez majd legközelebb volt. Gyerekek, ez nagyon nehéz. Azok nem akarnak elfogyni? Ez mi a fölött gondolom? Kicsit félelmékoztunk. Nem tudom, hogy kéne ezt jól megcsinálni, azok nagyon mennek elő. Jó, nem érek a kicsit volna. Itt ez a probléma. Ezek úgy mennek, mint a polom. Igen, itt én betérnék, köszi. Próbálok időben elváltani. Nem olyan nagy velemféle gyorsítani. De egyszer annak van minden. Nem is fogytam. Kicsit jobban sikerült, mint az előtt.
Én megrekezett is. Betegkül váltam. Basszus, jó, az ez is megjött. De... hogy első hogy tudok lenni? Azt nem tudom. Nem tudom, hogy tudnék még bent is spórolni. Korán váltok el. Nem pörgetem a motort, próbálok télárnyékozni. Majd nem érem utol, hogyha nem csinálok ilyeneket, ha nem nyomom neki, akkor esetleg nincs őket utolérni se. Vagy félelméket most nem sikerült rosszul. De jobban sikerült, mint eddig az összes. Ezek már itt jönnek még össze. Ennyire spórolni a benyával, hát nem tudom. Nagyon megpróbálok spórolni, de így brutál. Azok, hogy nem érem utol őket, azok meg jönnek közöttem. Végére hagytam egy kis... itt nyomni kell. Itt elengedjük, mert így is meg kéne bevenni a szart. Megint nyomom. És, ó, de most jobban állok. Lényegesen jobban állok, mint eddig. De még mindig nem az igazi teljesen. De valamivel jobb. Most jön az egyes kanyar. Az elég brutál egyébként. Nem tudom ennyire jobban megtekerni. Na, azt meg nem fogom tudni utolérni. Szóval előbb kell egy kicsit a gázra jönni az esélye. Jó. Kár érte. Basszus, milyen kicsi múlik! Rá! Hát ennél jobban nem tudok spórolni. Nyilván lehet. Valahogy így kellett csinálni. Most csinálja, csak utolsó pillanatig várjuk. Minél nagyobb sebesség különbséggel kéne elmenni mellette. Jó, most ez jó lett. Hármasba kell majd bevenni a kanyart. Nagyon lent elváltok el. Ezeket még mind ötödből estük le. Nem törgék közben a motor. Akkor ezt nem így akartam. Most már így sikerült. Ki akartam fékezni. Hát most már nem állok jól megint. Ugye 0-3 van, meg 0-2.
ez már nem lesz elég. Ha ennyire gyorsan utolérő őket, ez már nem lesz elég. Megpróbálom valahogy visszatartani. Nem lesz egyszerű. Most fog elfogyni. Ezt nem hiszem el, sikerült. Hú, baszki. Jöhet az ingyen vár. Járgány. Ez brutál volt. Igen, járgány. Ha jól tudom, azért. Így van. Ezt is kompliteltük. Na, valami ilyesmit adjál, ami még nincs. Na, nem rossz Ferrari. 458-as, Itália. Azért nem rossz. És a színe is egész jó. Zsír. Aztán meg vagyunk mára, srácok. Ennyi volt a mai stream. Kifejezetten tesztet egyébként. Nagyon-nagyon tetszik a Gran Turismo Sport. Biztos, hogy fogom még nyomni. Túl sok minden van még belőle hátra. Itt vannak a Mission Challenge-ek, a pályák gyakorlása, és itt van az igazi rész, ugye a sportmód, ami igazán lehet dolgokat csinálni. És ha minden jól megy, akkor még decemberben, szóval már nem sokáig, meg fog érkezni a single player része, az igazi single player része a játéknak. Szóval hát van mit csinálni benne, és lesz mit csinálni benne. Ez biztos várható a közeljövőbe tőlem. Ez tuti. Emellett még várható ugye Battlefront 2, és még sok egyéb meglepetés, még ahogy ígértem, biztos lesz egy Clash Royale, vagy egy Arena of Valor, vagy mindkettő a két ünnep között. Ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornánkra a YouTube-on, ha meg élőben szeretnél látni minket a streamen, akkor meg a Twitch-en kövess be minket, 100 követő a cél. Ha meg bekövetsz minket, azt megköszönjük. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!